Sziasztok, ez itt Levina csatornája, ma egy igazi őszi desszertet hoztam nektek. Ez tulajdonképpen egy almás pite, de mégsem az, hiszen nem a hagyományos módon készül, hogy gyúrni kell a tésztát, nyújtani és megtölteni a töltelékkel, hanem csak össze kell keverni a tészta hozzávalóit, illetve az alsó réteg, az pedig az alma réteg lesz, és így kell egy tűzállótába elhelyezni. A felső réteg egy nagyon ropogós tészta lesz, tulajdonképpen ez egy alma crispy. Zappehelyből és mandulalisztből fog állni elsősorban, és természetesen az almát fahéjjal fogjuk ízesíteni. Nagyon-nagyon egyszerű elkészíteni, tehát azok is meg tudják csinálni könnyedén, akik nem gyakorlottak. Én már kimértem és előkészítettem a hozzávalókat. Szükségünk lesz 6 darab almára, juharszirupra, kristálycukorra, keményítőre, fahéjra, citromlére és vanília kivonatra. Ezt fogjuk összekeverni ugye az almadarabokkal, és a tetejére ez a ropogós bevonat, ez a crispy, fog állni mandulalisztből, kristálycukorból, vajból, zappehelyből és egy kevés fahéjból. Kezdjük is el. Először meghámozom az almákat. Tulajdonképpen a desszert készítésének ez a leghosszabb feladata, mert a többi az pillanatok alatt pikpak megvan. Kiszedjük a magházat is, és ezt folytatom addig, amíg el nem fogynak az almák. Apró kockára vágjuk az almákat, lehetőség szerint hasonló méretűre, hogy egyformán tudjanak átsülni. És ha ezzel meg vagyunk, mehet rá juharszirup, a cukor, keményítő, fahéj, citromlé és egy evőkanál vanília kivonat. Alaposan összekeverjük, hogy ez az elegy mindenütt bevonja az almákat. Jöhet egy tűzálló tál, és belehalmozom az almadarabkákat, és szépen elegyengetem, és már is jöhetnek a tészta hozzávalói. Mandulaliszt, cukor, fahéj, vaj, ezeket az alapanyagokat villával fogom összetörni, hogy ne álljon össze a vajtól, tehát maradjon meg ez a morzsás állaga, majd hozzáteszem a zappelyhet is, és tovább folytatom ezt a műveletet. Vigyázzunk, hogy morzsák legyenek valóban, amivel meg tudjuk szórni az almákat, és teljesen beborítjuk az almakockákat ezzel a ropogós réteggel. 180 fokra előmelegítettem a sütőt, és már bent is van a tál. Kezd színesedni a tésztánk, addig kell sütni, amíg szép aranybarna nem lesz. Íme. El is készült, nagyon szép színe lett, nincs más dolgunk, mint hogy kitálaljuk ezt a fantasztikus desszertet. A felső réteg ropogós, mint ahogy említettem is, tehát igazi crispy, és az alsó, az alma réteg pedig vajpuha és szaftos. Nagyon jól érvényesülnek a textúra különbségei. Ezúttal vanília pudinggal tálalom, de természetesen vanília fagylalttal is isteni finom.
javaslom, hogy próbáljátok ki, és akár ez a desszert még a karácsonyi asztalon is megállja a helyét, hiszen annak ellenére, hogy ilyen egyszerű elkészíteni, fantasztikusan finom és prémium alapanyagokból készült, tehát biztos vagyok benne, hogy sikert fogtok aratni vele, és mindenkinek ízleni fog.